Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Lendulai Krisztiánnal. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM rádió hallgatóit, Lendulai Krisztián vagyok. A 2024-es esztendőben először köszöntök önökre, és köszönök önökre palaver ügyileg. Aztán majd hétvégén is fogunk találkozni egymással, talán ezen a napon kevésbé szoktam előfordulni, de Krózita szabadságon van, és ezért többen is megjelentünk talán olyan napokon, ami váratlan volt. Úgyhogy Zita helyett vagyok, remélem, akik őt várták, nem csalódnak, bár tudom, hogy komoly rajongó tábora van elsősorban az urak körében, úgyhogy azoknak lehet, hogy ez egy lehangoló látvány, ez a mai csütörtök, de bízom benne, hogy a témák és a betelefonálók együttesen a műsorvezetővel egy jó kis adást fognak eredményezni a mai csütörtöki palaverben. Úgyhogy vágjunk is bele, először nézzük az elérhetőségeinket, 061-799-2999 a telefonszámunk, 0670-7953 az SMS falunk száma, és a Lendulai Krisztián beszél Facebookos profilon kommenteket várok az utolsó fényképes poszt alá. Nézzük a nap kérdését. Ön szerint 2024 a jobboldali fordulat éve lesz-e Európában? Tette fel a Hír Televízió különböző platformjain a kérdést. Talán a megszokotthoz képest egészen árnyalt a válaszadás megoszlása, ugyanis 74%. Mondanám azt, ami egy teljesen értelmetlen kifejezés lenne, hogy mindössze 74% az igenek aránya, és 26% a nemek aránya, de sokszor olyan kérdés van, ami annyira egyértelműsíti a választ a nézőink, olvasóink és hallgatóink felé, hogy sokszor ilyen 95-96 szemben az 5-4-jel, stb. Szerintem ez a 74-26, ez viszonylag ritka, de a kérdés valóban ilyen, és mivel nincs pontosítva, ezért nagyon érdekes, hogy mi miatt jöhettek ilyen számban nemek, és mi miatt jöhettek ilyen számban igenek. Nagyjából 3/4-5-ig lehet majd szavazni a 0630-3444-690-es másik SMS számunkra. Egy igent, vagy egy nemet várunk, tehát arra a kérdésre, hogy ön szerint a 2024-es esztendő a jobboldali fordulat éve lesz-e Európában. Ennek lesznek bizony komoly értékmérői is, ha másra nem, az Európa Parlamenti választásra gondolok itt természetesen elsősorban. Jöjjenek viszont a mai témák, ami a Palaver műsor témája, hármat szoktunk hozni, ma sincs másképp. Megbukott az a balliberális érvelés, miszerint hazánk rosszul használja fel az uniós forrásokat, Orbán Balázs nyilatkozta ezt. Röviden hagyd tegyem hozzá önöknek, hogy a 2014-2020-as ciklusban az EU-s források 100%-át, összesen 32 milliárd eurót hívott le a magyar kormány, és annyiban pontosítja még ezt Orbán Balázs, hogy ez európai összehasonlításban is kiemelkedő teljesítmény, hiszen mindössze 4 ország, Észtország, Litvánia, Ciprus és közte hazánk volt képes a források maradéktalan lehívására. Ez a 4 uniós tagállam tudta a források 100%-át lehívni. Halkan jegyzem meg, hogy ha annyira mi vagyunk a szégyenpadosok ebben az elitklubban, akkor hogy a túróba lehet az, hogy ennyi feltételnek, egy ilyen komoly feltételrendszernek, ami ennek a forrásnak a lehívását támasztja alá, ennek mindösszesen rajtunk kívül 3 ország tudott megfelelni. Hozzáteszem, nem nagy gazdaságokról beszélünk, de akkor is. Ezek szerint egyéb problémák merülhettek fel a dán, a francia, a német vagy a spanyol gazdaságban, vagy az olasz gazdaságban, akik nem tudták lehívni valamilyen oknál fogva a 100%-ot, mi viszont lehívtuk. Hogy mondjam, az ember óvatosan kell, hogy fogalmazzon stílus szerint, mert persze, mi is hibákkal küszködünk, mi sem dolgozunk, vagy a magyar kormány sem, most ez a többes szám kicsit furcsa a számból, a magyar kormány sem dolgozik valószínű, főleg Európai Uniós szemmel nézve hibátlanul és kritikátlanul, de azt gondolom, hogy igenis büszkék lehetünk például erre az adatra.
Mint ahogy büszkék lehetünk a második témánk adataira is, ezt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozta, tavaly több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra. Hát Szijjártó Péter megint tanúbizonyságot tett arról, hiszen ez is az ő egyik sapkája, ez is az ő egyik feladata, hogy folyamatosan tárgyaljon és hozza be a tőkét ezek által, a beruházások által, hogy az munkahelyeket teremtsen Magyarországon, és adózó nagy cégek jelenjenek meg Magyarországon külföldről. A harmadik témánk viszont már más. Már a fiatalok is inkább Trumpra szavaznának, mint sem Bidenre. Ez azért érdekes információ, így közeledve majd lassan az amerikai elnökválasztás elé, mert a fiatal amerikai választópolgárok tekintetében Biden nagyon erős volt, amikor megnyerte a választást. És ez az előny, ez úgy erodálódott, hogy ma, ha most lennének a választások, és egy esetleges Trump-Biden megmérettetés lenne ismét, akkor ebben az összevetésben bizony Biden már elveszítette a fiatal amerikai választók szimpátiáját. Ez a mai három témánk. Várom önöket, várom a betelefonálókat és az SMS-ezőket. Itt van már a vonalban Géza, neki adom meg a szót. Jó napot kívánok, Géza! Jó napot kívánok, Géza, papa vagyok Köröshegyről. Már találkoztunk néhányszor. Emlékszik még az ön nevét is, igyekeztem megfejteni. Igen, igen, rémlik. Na, én vagyok az. Na most, mielőtt a három témába belevágnánk, én a szavazással kapcsolatban, hogy én egy alány, hát pozitívan látom a dolgokat mindig, de most nagyon félek, hogy nem sikerül, mert akkora ellenszélbe fog kerülni az Unióban minden állam, tehát nem csak mi nálunk, bár mi még nálunk nem annyira, mert ugye nálunk egy nagyon erős a jobb oldal, de hogy Németországban, meg egyéb helyeken mik lesznek, hát nagyon félek. Nagyon hát félek. De pont, hogy olyan szellők fújdogálnak, amiben nem véletlen egyébként a nap kérdése sem. A tévés kollégák, akik ezt a mai kérdést megszülték, nem véletlen ez a kérdés, mert akár lehetünk optimisták is, hogy ébredeznek majd az Európai Uniós állampolgárok, főleg azokban az országokban, ahol kezdenek fogyni populációt tekintve, és nem biztos, hogy jó szemmel nézik, hogy a több generációs bevándorló kezdik lassan átvenni a hatalmat. Igen, reméljük, és tartsuk szárazon a puskaport. Addig is az első téma, ugye, hogy rajtunk kívül 100%-ban, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor Észtország, meg Litvánia és Ciprus. Ukrajna és Ciprus, ezek hárman. Jó, kis országok, mi sem vagyunk egy nagy ország, de attól függetlenül nagyon örülök neki. A másik pedig ezzel kapcsolatban az ellenkezője, nem tudom, tetszik-e arra emlékezni, amikor nekünk kell, Gyurcsányéknak kellett lehívni az uniós támogatásokat. Úgy emlékszem, hogy 18%. Tetszik erre emlékezni? Ne, a pontos számot nem tudnám megmondani, de ramagy volt a helyzet. Arra emlékszem. És ugye azt azért tegyük hozzá, hogy ez a négy ország, igen, kicsi országok, egyetértünk ebben Géza papával, de a többi Európai Uniós ország, a közepesebbek, a nagyobbak, vagy a hasonlóan kicsik, mint mi, nem azért nem hívtak le 100%-ot, mert nem akartak. Hanem mert nem feleltek meg azoknak a követelményeknek. Érdekes módon ettől nem zeng az európai balliberális sajtó. Hogy a szégyenpados Magyarország, itt most mondjuk dicséretet érdemel, erről nem fognak írni. Akkor sem voltunk nagy ország, amikor 18%-ot hívtunk le, és emlékezem, nem mint eszembe neve, az akkori pénzügyi, egy nagy vastag fekete keretes szemüvege volt neki, ez a DS könyvelő, hát tetszik, tudnék én. Ugye mondom. Nem jut eszembe. Veres János, köszönöm szépen, segítettek a kollégák a vezérlőből. Veres János, aki lefejelte a Hír TV kameráját. Emlékezetes dolog volt, konkrétan lefejelte a kamerát. Igen. Igen, na most szóval azt fejelni, azt tudod, de na, fejben nem volt sok ezek szerint. Az egyik, a másik pedig az, hogy
Hát a nagy országok is el vannak tőlük maradva, úgyhogy egy szót sem szólnak, de hát majd elfogják ezt majd hallgatni. A másik, hogy második téma, 13 milliárdnyi euró érkezett, állítólag a 22-es év is már egy rekord volt, és ezt a rekordot übereltük most, 23-ban még inkább. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és úgy tudom, hogy a kínaiak főleg azokkal kereskedünk, és ennek örülök nagyon, mert én azt úgy hallottam, hogy a kínai úgy kereskedik, hogy a partnerét se akarja, mint a nyugatiak, hogy úgy kereskedik vele, hogy mint egy gyarmattal kifossza, hanem megerősíti, hogy tudjon kereskedni vele. És örülök a kínai. Na és akkor ezzel kapcsolatban néha önkizásképpen belenézegetek a látévébe, és akkor ezzel kapcsolatban Bodac Balázsék elkezdték, hogy hát ha most jön ide ez a világ legnagyobb autógyára, vagy elektromos autógyára, hogy mi lett ebből, mert nem nézik jó szemmel a nyugatiak, hogy tönkre. Hát az egész kínai gazdaság erről szól, hogy alámegy az árakkalnak, és mindenütt ebben győzi le az ellenfeleit. Tehát nem csak az elektromos autóiparral van ő így, hanem mindenben. Tudja, az a helyzet, hogy és ebben a szituációban, és most nem Bodac Balázs személye volt itt a lényeg, de mégis meghivatkozta őt Géza papa, hogy mi, akik kollégák voltunk az egykori génaposokkal. Igen, tudom. Például Bodac Balázssal, és Balázs egyébként a kifejezetten elfogadható, normális, elviselhető figurája volt még a génap ellenére is. Tehát a Balázstól én köpködést nem hallottam vissza, mi ránk, akik ugye más álláspontot képviseltünk, de hogy egy szerkesztőségben dolgoztunk. Emlékszem rá, hogy még a Pénzverdében volt a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió, és már egy külön emeleten voltunk ugyan, de hát rengeteget jártunk át, Balázs ráadásul azt hiszem a rádióban is vezetett hírműsor, tehát jó kollégák voltunk, és milyen érdekes, hogy most ő meghivatkozza a Balázst, aki érdekes módon teljesen máshogy látja már a világot, mint látta, nem tudom, 7 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, számomra ez mindig olyan furcsa, és akárhányszor beszél róla az ember, mindig kibeszéletlen dolog marad. Minden esetre ezt most engedjék meg, hogy ez így eszembe jutott. Na most ő nem Erdélyből került ide? Ezt nem tudom. Nem akarok butaságot mondani. De egy nagyon jó újságíró. Bodac Balázs egy nagyon jó újságíró. Hát másik oldalon van már. Hát ugyanaz, mint a Hofi, az is egy nagyon jó humorista volt, csak hát rossz oldalra állt, és rosszra használta az eszét, ahogy szokták mondani a rossz gyerekekre iskolába. Na most hát a harmadik téma a fiatalok, hát ennek nagyon örülök, hogy már azok is, mert a fiatalokat elég könnyű befolyásolni. Mi öregek, nekünk már megvan, kialakul egy idő után a véleményünk, de ha már a fiatalok is a Trump mellé állnak, csak nehogy megint a halottak is elkezdjenek szavazni, mert akkor abban sok jó nem sül. Azt tudom javasolni, hogy a fiatal halottak is szedjék össze magukat. Igen. Most bocsánat a fekete humorért, na de hát ez nem lehet feketébb humort kitalálni a fantáziánkban, mint ami a valóságban megtörtént az USA-ban. Tehát annál nincs feketébb humor, ezért engedtessék meg, hogy innen Budapestről is fekete humorizáljunk, hogy akkor kapják össze magukat azok, akik szerencsétlen módon fiatalon hunytak el amerikaiként, és kezdjenek el szavazni Trumpra. Igen. Botrány. Hát... Igen. Szóval már a fiatalok, bízom, most már kezdek bízni. És, mert ahogy elnézem a képeket, ezekről a tüntetésekről, ezek a LMBTQ, egyéb, ott fiatalok vannak csak. Persze. Öregeket nem nagyon persze. Látom, és hála Istennek, azért örülök. Géza ki, papa, hogy... ne haragudjon, hogy elveszem a szót, hogy Józsefnek még meg tudjuk adni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó műsor, nézést, hallgatást. Önnek is. József van a vonalban, neki is boldog új évet kívánunk. Jó napot kívánok, József vagyok Tárnokról. Parancsoljon. Boldog új évet kívánok önnek, stábnak és minden magyar embernek. Nagyon köszönjük, viszont kívánjuk.
Tehát az első, az, hogy megbukott a balliberális érvelés, én 87. évben vagyok, szeretném nem csak az érvelése bukna meg úgy, ahogy vannak az egész banda. És undorító az, hogy ez a Molnár Csaba kiáll, tele pofával kiabálja, hogy állampolgári kötelessége egy rohadt vas ne jöjjön Magyarországra. Megkérdezem én, milyen mentalitású emberek ezek? Hát ezek egy olyan senki házi. Miért jó ő neki, hogy ez az ország ne kapná meg azt, ami jár neki? Tehát úgy, hogy jó volna elmennének a büdös fenébe, mert az érvelésük elképesztően undorító, az a Szabó Tíme, ahogy Orbán a Putyin fenekében van. Nem is tudom, hogy egy nőnek a szájából hogy bukhat ki ilyen érvelés, meg ilyen megjegyzés. Tehát az egész baloldal, az a benyomásom, hogy az undorító érvelésekkel akarnak itt előre jutni, ami nem tartom valószínűnek, hogy fog sikerülni, és ne is sikerüljen. Az a helyzet, amikor Szabó Tíme a szóba kerül, tisztázunk valamit, amit a biológia is így adott nekünk. Szabó Tíme a nő. Azonban én rajta kívül még egy nőt nem tudok a magyar közéletből, akinél az a tisztelet, amit férfiként mi kötelességszerűen és illemszerűen megadunk a nőknek, nem tudok rajta kívül még egy nőt, akinél nagyon elgondolkozom, hogy ez a tisztelet jár-e neki tőlem, mint férfitől. Mert olyanokat csinál ez az asszony, ami szerintem túlment már réges-régen minden határon. A megnyilvánulásai, a stílusa egyáltalán nem azt az üzenetet küldik a magyar társadalom felé, hogy ő nő. Pedig nő, csak hát... Hát igen. Remélem, ezzel nem sokkoltam le, kedves József. Nem, csak engem borzasztóan zavar, múltkor, mikor az atyáról beszélt a Romániába, aki a gyerekekkel olyan csodálatosan viselkedik, és minden. Akkor befejezi a beszédét, és akkor szájával bígyezt egyet, olyan undorító, cinikus magatartás, hogy ez gyomorforgató. Na most a beruházások, hogy mi jönnek, hát ez az ország gyarapodik, gyorsvonati sebessége halad előre, ezt nem akarja baloldal tudomásul venni. Mindent elkövetnek a megnyilvánulások, akár sportesemény lenne, bármi, csak a negatívum, sikertelenség, úgy közelítenek hozzá. Nem is értem meg, hogy mi a mozgató rugója ezeknek az embereknek. Na most a Trump szavazással kapcsolatban, hát nem tudom, hogy a jogilag, ha kizárják egyáltalán, talán tudnak-e szavazni rája. Ettől függetlenül ez a felmérés erre nem tért ki, hanem ez egy feltételes mód. Nyilván, ha most választanának, akkor Biden az igencsak meggyengült a fiatal generációk körében. De egyébként az ön kérdése teljesen jogos, ezt most ez a mérés nem firtatta. Hát igen, na most elmondom, hogy egy társaságban voltam, és hát az amerikai vezetés, szeretném hangsúlyozni, a vezetés nem az amerikai népről van szó, hát nagyon népszerűtlenné váltam az emberek körébe, és én azt hiszem, hogy ebben pillanatban a szabadságszobor rossz helyen áll, úgyhogy Biden mindent megtett, hogy Amerikát leírja, és akkor ide delegált nekünk egy olyan nagykövetet, ami a nagykövet magatartásától távol áll, ami hivatott arra, hogy két ország között jó kapcsolatokat építsen ki, hát ez közel sincs így, állandóan minket korhol, hát nem tudom, szégyenérzete nincs, rohadt vastag bőr van a képén. Én azon csodálkozom, és megmondom őszintén, hogy már többször szó volt erről az emberről, hogy a diplomácia ismeri a kiutasítás fogalmát, hogy most ezt miért nem gyakorolja mi drága kormányunk, azt nem tudom, hát lehet, hogy ennek... abból egy óriási botrány lenne, de megértem, hogy igény lenne. Nagyon sok helyen megtörtént, megkönyörgöm.
Hát annyi helyen megtörtént. József, el kell búcsúzunk, mert leketyegett az óránk, ami erre szabva volt, vagy lett ilyen csúnya magyarsággal. Várom vissza majd önöket a 4 órási híradó és a 4 órási hírefemes hírek után is, és aztán folytatjuk a palávert megfelelő ütemben és a megszokott módon, úgyhogy majd jöjjenek. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsor. A Szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Lendulai Krisztiánnal. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM rádió hallgatóit. Folytatódik a 4 órási híradó és 4 órási hírek után a paláver velem Lentulai Krisztiánnal. Nézzük, hogyan áll a nap kérdése szavazás. Ön szerint 2024 a jobboldali fordulat éve lesz-e Európában? Nem változtak a százalékok, 74%-a a válaszadóknak igennel, 26%-a nemmel szavazott. 3/4-5-ig a 0630-34-44-690-es SMS számon jöhetnek még az igenek, avagy a nemek. Nézzük a mi témáinkat. Megbukott az a balliberális érvelés, miszerint hazánk rosszul használja fel az uniós forrásokat, ezt Orbán Balázs nyilatkozta. Tavaly több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, ami rekordnak számít, ezt Szijjártó Péter nyilatkozta, illetve már a fiatalok is inkább Trumpra szavaznának, mint sem Bidenre. Korábban egészen fordítva volt ez a helyzet, úgyhogy egy ilyen trendváltozás is megfigyelhető jelenleg. Az Egyesült Államok béli szavazási preferenciákban. Nézzünk SMS-eket. Az első kis rövid részben nem olvastunk. Krisztián, ne várjon senki változást a június 9-i választásokon, hiszen az AfD-nek nem 23, hanem 83%-on kellene állnia a tények alapján. A nyugati lakosság oly módon meg van dolgozva a média által, és erre még rájön a sok-sok millió néger, meg arab, meg minden szavazat. Ezek egyik sem az AfD-re, vagy Marine Le Penre, esetleg Geert Wildersre szavaznak, Tom van Griekenre, meg pláne nem. Tomi írta nekünk Ócsáról. László azt írja, Budapestről, Krisztián, létezik olyan összeg, amelyet egyesek gond nélkül átállnak jobb oldalról a bal oldalra. Aztán Ferenc Újpestről azt írja, kedves Krisztián, minden tiszteletem az orosz parlamentnek azért a döntéséhez, hogy minden LMBTQ-s szervezkedést, megmozdulást és rendezvényt betiltott. A nap kérdéséhez Bözsi néni a következőt írja, azért szavaztam nemmel, mert ha az USA-ban meg Lengyelországban megszámolták a szavazatokat, a többi országban is megszámolják majd. A szavazatok számától függetlenül kihozzák a nekik megfelelő eredményt, pláne hogy időközben a számítástechnika is mennyit fejlődött, erre kell nagyon figyelni a mi informatikusainknak. Köszönjük Bözsi néni a figyelmeztetést. Tomi egy másik SMS-t is küldött Ócsáról. Tudom, nem mai téma, de tisztelettel kérem, hogy engedje meg, múlt pénteken a pápa lefokozta Raymond Burke amerikai bíborost, mert szembeszállt helyesen a pápa homoszexuális pártokat is megáldó döntésével. Jézusomba vetett hitemet megélve kiáltom a világba, ez az ember nekem nem pápám, hanem az Antikrisztus pápája. Nagyon kérem azokat, akik itt a műsorban megvédték ezt az argentin forradalmát, hogy ne tegyék, mert ezzel a saját katolikus identitásukat gyengítik, a védhetetlent kár magyarázni. Nehéz kérdés ez, Tomi. Aki a saját pápájának tekinti katolikusként Ferenc pápát, az nagyon remélem, hogy nem ilyen logika mentén gondolkodik Tomi, SMS-ezőnk. Az ő szemében esetleg nem ember, vagy nem hithű katolikus, vagy rossz minőségi katolikus. Erről az oldalról, mert a jobb oldalt sokszor összemossa tévesen a balliberális ellenzék, hogy itt
itt vannak a nagy keresztények. Valószínű, hogyha lenne egy ilyen mérés, nagyobb százalékban található meg a Fidesz-KDNP oldalán, szavazói körében a magát kereszténynek valló emberek sokasága, és most ugye ezen belül a katolikus egyház fejéről beszélünk, és illeti Tomi részéről, Ócsáról kritika Ferenc pápát, illette már kritika a polgári oldal, a jobb oldal, a kereszténynek nevezett oldal részéről kritika bőven Ferenc pápát. Talán ez a sarkos megfogalmazás kicsit erős, de nem az én tisztem ezt, nem tudom én, jellemezni, bírálni bármilyen módon is. Én beolvastam Tomi SMS-ét, van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. Laci bácsi azt mondja, én, mint baloldali, elismerésem, hogy kimondta, a mi kormányunk sem hibátlan, ritka. Laci bácsi, lehet, hogy ön úgy éli meg, hogy ez ritka. Akár ebben a műsorban is rengeteg olyan, akár törzsbe telefonáló van, aki biztos vagyok benne, hogy nem egyszer elmondta már adásban, akár nálam, akár másik kollégámnál, hogy van kritikája a kormánnyal. Olyan sokan szavaznak a Fideszre Magyarországon és erre a kormánykoalícióra, hogy az rengeteg féle fajta ember, rengeteg féle fajta végzettség, iskolázottság, kultúra, világlátás. Rengeteg emberről beszélünk. Ez a néppártosodás egyik következménye. És ebből kifolyólag biztos vagyok benne, hogy ez nem homogén csoport. Ezt a Fidesz is pontosan tudja, hogy a szavazói bázisuk kiegészülve azokkal, akik minden választás alkalmával épp akkor döntik el, hogy éppen hova szavaznak, ez nem homogén csoport. Ennek megfelelően, kedves Laci bácsi, lehet, hogy az ön szemében ritka, hogy én azt mondtam, hogy a mi kormányunk sem hibátlan, ettől függetlenül az ember, a jobboldali ember, legalábbis a nagy többségének a meggyőződése erős, hogy a hibákkal együtt is ez az irány a jó, ez a berendezkedés a jó, ez a kabinet a jó. Láttuk már bőven, mit tud tenni az országgal, ha nem jobboldali kormánya van. És itt szerintem még csak elfogultság sem kell, ha valaki a saját életét, értékrendjét, ízlését nézi, és ő mondjuk nem mondja magát se jobbosnak, se balosnak, el fogja tudni dönteni, hogy melyik kormányzás alatt él biztonságosabban, akár fizikai értelemben, melyik kormány alatt él biztonságosabban, gazdasági értelemben, melyik kormány irányzata vállalhatóbb neki, és vállalhatatlanabb neki, és aztán gyanítom, sokan vannak olyanok is, akik nem feltétlenül jobboldaliak, de amit láttak a Gyurcsány kormányzás alatt, azt soha többé nem akarják viszont látni Magyarországon. Ennyiféleképpen, ennyiféle motivációval járulnak az urnákhoz 4 évente az emberek, úgyhogy lehet, hogy elég kevés olyan ember találna, Laci bácsi, aki azt mondaná, hogy minden egyes kormányzati döntéssel egyetért. Szerintem a műsor, és most azért mondom, inkább a Paláver műsorának a szereplőit, a betelefonálókat és a hozzászólókat egy ilyen viszonylag, hogy mondjam, hiteles és objektív mintavételnek az én szemszögemből, mint műsorvezető, én azt gondolom, hogy nehezen találnék olyan embert, aki mindig mindennel egyetért. Nincs ilyen ember. Higgyék el, nincs ilyen ember. És ez így van jól. Legyünk is kritikusak a kormánnyal, mert ha kritikusak vagyunk a kormánnyal, akkor tudunk helyes döntést hozni 4 évente. És ez a helyes döntés 4 évente 2/3-ban topzódik, ami nincs nagyon ellenünkre. Jöjjön egy betelefonáló, nem írtak ki nekem ide a kollégák nevet, csak egy telefonszám van. Hát lehet, hogy ezért nem kaptunk nevet, mert hogy nem is volt élő ember a vonalban, se baj. Itt vannak az SMS-ek, úgyhogy folytatjuk ezzel, aztán ha még becsúszik valakit a reklám előttig, akkor még meg tudjuk adni a szót. Ilona szerint gőgös, dicsekvő és gúnyolódó voltam, ami számára óvodás.
hát most már nem tudom felidézni, kedves Ilona, hogy így a 24-es esztendőt melyik mondatommal, hangsúlyommal vagy nézésemmel sikerült az ön szemében dicsekvővé, gőgössé és gúnyossá tenni, de ahogy szoktam mondani, majd visszanézem, és aztán megy a kukoricán térdeplés a sarokban, amennyiben igazat adok önnek. Miklós van a vonalban, jó napot kívánok! Tiszteletem, kedves Krisztián! Örömteli, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, a kormányunknak, minden jó ízlésű magyar embernek. Isten segítse ezt az országot, meg Trumpot, hogy visszakerüljön a trónra, mert akkor talán megszűnne a háború a szomszédunkba. Hát ő ezt állítja. Ugyanis, hát én ezt el is hiszem neki, már emlékezzünk vissza, hogy ő nem indított háborút, sőt, ugye Irakba is, Iránba is leállította, megszüntette a háborút. És nem akarja tovább növelni szerintem az adósságállományt, ugye veli itt a mellit Trump meg a bandája, közben Kínának ők a legnagyobb adósai. Bizony. Csak ugye ezt ők nem hangoztatják. És az oroszoknak a legnagyobb vevői szinte. Így, hogy így, ezt erre akartam kitérni, igen, hogy közben a háttérben csinálják az üzleteket, csak ugye minket el akar mindenképpen, meg talán egész Európát el akarja vadítani attól, hogy az oroszokkal ne kössön üzletet, mert majd ő megoldja ezt, ugye az ukránokon keresztül, hát nem. Az ukrán népet sajnos ki fogják írtani, addig háborúznak. Ez Amerikát igazán nem zavarja, mert a termőföld az ő lényege. Igen. És az hagyján, mert ugye az a termőföld az Ukrajnán belül marad, és ott is komoly érdekeltsége van az USA-nak, de hogyha szigorúan csak mint vevő, mint vásárló nézzük, akkor ott az urán sokkal többet vettek, mint vettek korábban, háború ide vagy oda, ott vannak a platina származékokat tartalmazó nemesfémek, abból is többet vettek, és ott van a műtrágya, abból is többet vettek. Hát hogy a csodában van ez, kérem? És mi vagyunk megtalálva, hogy vesszük az orosz gázt? Hát ez az, hát pontosan ez az, és rajtunk kívül még nem csak mi vesszük az orosz gázt, hanem vannak még államok, akik ugyanúgy továbbra is folytatják a kereskedést Oroszországgal, attól függetlenül, hogy minket korholnak állandóan. Igen. Na most ugye velünk szemben az a legnagyobb dilemája Európának is, meg Nyugatnak is, hogy mi az, hogy kétharmaddal nyer egy kormány. Ezt nem akarják, ezt a békát nem tudják lenyelni vissza. Az már nem demokrácia, Miklós, nem tudta? Az már nem demokrácia. Annyival szabad nyerni, amennyivel a demokrácia nagykönyvébe definiálva van, az még demokrácia, kétharmaddal nem szabad nyerni, azt már nem a nép döntötte. Így van. Tehát ők ezt ugye nem bírják el viselni, mert ugye ilyen 10 meg maximum 20%-os pártok alakítanak kormányokat. Szóval ez egy rettenetes dolog, és borzasztó félnek a keresztény elmélettől, felfogástól, ezt láthatjuk úgy belföldön, mint külföldön. Nem tudom, hogy mi a problémájuk ezzel. Magyarország ez mindig keresztény ország volt, keresztény alapon lett alapítva is, annó ugye István király, keresztény, ő tulajdonképpen ő hozta be ide a kereszténységet, és ezen belül főleg a római katolikus vallást. Az egy kérdés, hogy azóta más vallások is létrejöttek itt, ugyanúgy, mint azok a kis töredékpártok. Itt az előbb az egyik úr említette a Szabó témát, hát elnézést kérek, de ez nem nő. Nő. Ez egy
Nő. Nem is tudom micsoda. Hát szóval engedelmet kérek. Őrizzük meg méltóságunkat, Szabó Tíme a nő. Azért fogalmaztam úgy, hogy viszont vannak olyan dolgai, amiben az ember elgondolkodik, hogy ugyanazt a tiszteletet meg tudja vajon neki adni férfiként, mint amit általában a nőknek megadunk. De azért... És hát... ezzel nagyon egyetértek, Krisztián, rettenősen egyetértek vele. Ismerek egy jó néhány csúnya szájú nőt, de ez mindenkit meghajol. A kérdésekhez kapcsolódva, hát örömteljes dolog az, hogy ennyi üzem, meg gyár, meg egyebek jönnek létre az országba, mint jelik, ha minden igaz, akkor itt hagyják a adójukat. Hát, hogy mennyit lopnak el belőle, az egy másik kérdés, az nem az én tisztem eldönteni, hanem a kormánynak a tiszte eldönteni, hogy rá tud-e nézni a körmére annak a cégnek, hogy mennyi pénzt lop ki az országból. Viszont el kell búcsúzzunk Miklóstól, mert ilyenkor búcsúzik a tévé is, időlegesen. A rádióban, a Hír FM-en folytatódik tovább az adás, úgyhogy ott maradjanak velünk. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Lendulai Krisztiánnal. Micsoda az ember az ilyen. Ismét visszatért körünkbe a televízió is, úgyhogy köszöntjük ismét a nézőket. Géza, folytassa. Köszönöm. Tehát nem tudom, micsoda ember az az ember, aki a Mária szobornak a fejét szélveri, a kez megbüntetni, és a kezét eltörném. Sajnos ilyen büntetési tétel Magyarországon nincs. De hogy eltörném a kezét, az egész. Sajnos. Büntet. Következő témám. Balaton, nem tudom, hogy mikor fürdött benne. Balaton? Legutóbb. Épp az elmúlt szezonban is. És korábban is, ugye? Hát, ha nem is minden évben, de azért visszatérően igen. Ha bemegy az ember a Balatonba, tiszta iszap a meder. Megmondom miért tiszta iszap. Mert nem kotorják. Hosszú évek óta nem kotorják a Balaton. Micsoda dolog ez? Miért nem kotorják? Mahart azelőtt koszorta a Balaton. Ezért van ez a rend. Hát én a Népstadionnak voltam a főmérnöke egy ideig. Hát a kikötőnél, meg minden ilyen kikötőnél iszap csapdát csinálnak, egy árkot, hogy ne jöjjön be, mert megfeneklenek a hajók. Géza, letelt az időnk, arra szeretném kérni, hogy ha hív minket máskor, és ez nem csak Géza felé egy ilyen kérés, hanem mindenki akkor felé, próbáljunk, ez egy napi műsor, tehát ez egy héten 7 alkalommal jelentkezünk, ön most itt hónapokkal ezelőtti, a balatoni iszap kapcsán pedig még csak a műsor profilját sem találta el. Természetesen mindenről beszélgethetünk, csak legalább valami aktualitása legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt Géza, és megadom a szót Józsefnek. Ő van a vonalban, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Krisztián, Józsi vagyok, Erdőkertesről. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és boldog új életet kívánok. Önnek is. Azt hiszem, hogy én rövidebb leszek, mint az előttem levő úr, mert elsősorban a harmadik témához szeretnék hozzászólni, mert az a dolog, ami a Donald Trump elnökkel történik az Egyesült Államokban, az még magyar embernek is több, mint fölháborító, aminek tulajdonképpen ugye az az oka, hogy itt két világrend küzd egymással, a globalista és a nemzetállami, és hát a Trump elnök is inkább a nemzetállamit képviselni, mint a globalistán, de két dolgot szeretnék említeni, konkrétumot, hogy miket csinálnak a Trump elnökkel, illetve az érdekkörével. Van egy nagyon jó nevű jogász professzor, Ellen Dershowitznak hívják, a Harvard Egyetemen jogász professzor. Hallottam már az ő nevét megemlíteni a ifjú Romnici úrtól is. Uh-huh. Ellen Dershowitz nyilatkozta a Yahoo portálban egy interjúval kapcsolatosan, hogy ő valamilyen, nem is képviselt, azt hiszem csak valami tanácsadói feladatokat látott el Trump mellett, és ezért az Ellen Dershowitzot a
az Egyesült Államok talán legjobban ismert jogászát megfenyegették oly módon, hogy megpróbálták az ő ügyfeleit, akik igencsak, hát angol azt mondják, hogy high profile, tehát a saját szakmájukban igen elismert emberek. Igen. Igen. Megpróbálták az ügyfeleit megfenyegetni úgy, hogy leválasztani róla. Uh-huh. És miután ez kiderült, azt mondta az Ellen DeShowitz, vagy azt nyilatkozta, hogy a hat New York-i nagyon jó ügyvédi irodának a vezető jogászai felhívták őt, és elmondták neki, hogy ők is szívesen képviselnék Trumpot, de félnek tőle, hogy úgynevezett DeShowitzizálni fogják őket majd, hogy ugyanúgy betámadják az ügyvédi irodákat, hogyha megpróbálnak Trump képviseletében eljárni, és ezért az Ellen DeShowitz úgy fogalmazott az interjú végén, hogy ezért a Trumpot úgynevezett garázsjogászok képviselik. Tehát mindenki elítse, hogy akarja, de ez nyilván nem az ügyvédi társadalom krémjét hivatott. Igen, tulajdonképpen a zugügyvéd a helyes magyar kifejezés, amivel illetik, igen, illetik igen, a stábot. Az angolban ezt garázsjogászat kérdezett. A másik dolog, ott is működik az Egyesült Államokban, amit én csak úgy hívok, hogy az a globalista multiplikátor, ez Magyarországon úgy jelentkezett, hogy volt először ez a 17 mérföldkő, aztán mikor kiderült, hogy a kormány ezeket tudná teljesíteni, akkor lett belőle 27. Láttam az egyik, Trumpnak az egyik ügyvédjével egy interjút, az egyik tévécsatornán, nem magyar, úgyhogy még meg is mondom a nevét, mert nem konkurencia a hírtévének. A törököknek van egy nagyon jó angol nyelvű csatornájuk, TRT World. Nagyon sok jó interjút láttam rajta, többek között a Seymour Hersher is, aki az az oknyomozó újságíró, aki annak idején a felrobbant gázvezetékkel kapcsolatban cikkezett. És ez a jogász, aki a Trumpot képviselte akkor, egy jó néhány hónappal ezelőtti dolog ez, mondta, hogy ott kezdetben a Trumppal szemben 6 vádpont volt, most már 35 van. Tehát a 6-ból csináltak 35-öt, tehát ott is megy ez a multiplikátor, és ami a legjobban fölháborító, hogy az egyik vádpont, az találtak egy hölgyet, aki azért perelte a Trumpot, vagy akarja perelni a Trumpot, mert nem tudom hány tíz évvel ezelőtt egy amerikai bevásárlóközpont ruhás üzletének a próbafülkéjében a Trump állítólag nemi erőszakot követett el. Na most ennek az ügynek az érdekessége az, hogy hogy is mondják, ezt mondja a Statue of Limitation, amikor lejár az a határidő, amin belül keresetet lehet indítani. Lejárt ez a határidő, és visszamenőleg ennek a hölgynek, szerintem egy prostituált, csak azért, hogy a bíróság befogadja a Trump elleni keresetet, visszamenőleg meghosszabbították ezt az intervallumot, amin belül keresettel lehet kérni. Tehát amerikai demokrácia. Igen. Most arról nem is beszél, vagy aki nem járt az Egyesült Államokban, annak elmondom, hogy egy bevásárlóközpont ruhás üzletének a próbafülkei az ugyanúgy néz ki, mint Magyarországon, se alja nincs, se teteje. Tehát, hogyha ott bárki bárkivel egy ilyen próbafülkébe előszakoskodni akar, akkor egy kiáltásra kb. 30 ember szalad össze a vásárlóktól, a biztonsági őrök, stb. Tehát ott erőszakot nem lehet elkövetni, legfeljebb, hogyha a hölgy jobban akarja, mint éppen az elkövető talán akkor. Finom, tehát hogy mondjam, ilyen körmönfontan fogalmazva, kereslet és kínálat találkoznia kell egy ilyen próbafülkében, hát hogy ne legyen sikongatás. Igen, igen. És egyszerűen kitolták ez a vérlázító, kitolták ezt a határidőt azért, hogy a bíróság visszamenőleges hatálya, hogy be tudja fogadnia. Tehát mindent elkövetnek, ez a globalista háttérhatalom mindent elkövet, hogy egyszerűen a Trumpot elletetlenítsék. Tehát az nem véletlen, mert ugye ez egy kicsit visszaüt már a Trump ellenesekre, mert egyre népszerűbb a Trump. Itt akkor el is búcsúzunk, és tudom organikusan folytatni a hírrel, és köszönöm szépen ezeket az információkat. Józsefnek hívjon minket máskor is, tényleg komolyan mondom, mert értelmesen tudtunk csevegni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk József. Joe Biden 2020-ban még meggyőző győzelmet aratott a fiatalok körében Donald Trump felett.
most viszont a volt elnököt a fiatal generáció tagjainak 37%-a támogatja, miközben a hivatalban lévő elnököt 33%. Kedden megjelent a USA Today napilap és a Norfolk Egyetem évvégén készült politikai közvélemény kutatása, ami azt mutatja, hogy Joe Biden elnök komoly támogatottság csökkenést szenvedett el azon társadalmi csoportok körében, amelyeknek a 2020-as elnökválasztáson nagy részt győzelmét köszönhette. A számokból az derül ki, hogy az afroamerikai szavazóknak jelenleg 63%-a áll a demokrata párti elnök mögött, miközben 20-ban ez a társadalmi csoport 87%-a szavazott rá. A spanyolajkú szavazók körében országos szinten Donald Trump 37%-on jelenleg népszerűbb, mint a jelenlegi elnök 34%-kal. Miközben 20-ban még elsöprő mértékben 65%-on álltak a latin-amerikai származású szavazók Joe Biden mögött. Kérem figyeljék, 20 és 24. 20-ban 34%, 65% állt, és most pedig ez olyan szinten lecsökkent, hogy 34%. Emberek, ez majdnem a fele. A hispánok majdnem a fele, akik annó támogatták Bident, azoknak jelenleg majdnem a fele, kicsivel több, mint a fele támogatná, ha most lenne a választás. A 35 évnél fiatalabbak körében, ha most lenne a választás, szintén Trump győzne a USA Today felmérése alapján. A volt elnököt, Trumpot, a fiatalok 37%-a támogatja, miközben Bident 33%. Joe Biden 20-ban a fiatalok körében meggyőző győzelmet aratott Trump felett. A számokból ugyanakkor az is kiderül, hogy a Joe Bidentől elpártolt csoportok elsősorban egy lehetséges harmadik párti jelölt mögé állnának be, és nem feltétlenül Trump mögé. A választói elkötelezettséget tekintve a jelenlegi republikánus szavazók csak nem fele mondta rendkívül lelkesnek magát a választási részvételt, illetően miközben a demokrata választóknak kevesebb, mint ötöde, csak 18% érzi magát aktívnak, hogy elmenne szavazni. Egészen megdöbbentő számok, de ahogy már az egyik betelefonáló is mondta, majd nyugtával dicsérjük a napot, mert ki tudja, hogy még milyen mahinációkra lehet számítani. Az amerikai elnökválasztás tekintetében egészen durva dolgokat láttunk 20-ban. Szóval itt, aki most esetleg úgy tűnik, hogy megrodjant a népszerűsége, az még főnix madárként felemelkedhet, és fordítva bármi elképzelhető. Tényleg, amikor ide küldenek EBSZ megfigyelőket, meg TASZ megfigyelőket, meg az Amnesty itt van minden választáson, ott vannak tulajdonképpen, még be is világítanak az alsó nemünkbe is, hogy rendben mennek-e a magyarországi választások, a demokrácia ős hazájában, az Egyesült Államokban, ami történt 20-ban, én nem tudom, hogy mire kell felkészülni a világ többi részének, hogy mi fog történni a következőben. Tényleg nem tudom elképzelni. Tamás viszont itt van velünk, elképzelhetően megadom neki a szót. Ez meg is történt, hoppá. Boldog új évet, Tamás. Legalábbis az én számból először hangozhat ez a jó kívánság ebben az évben. Köszönöm, akkor mondom, én is boldog új évet önnek és mindenkinek. Krisztián, több témát érintek röviden, ahogy szoktam, jó? Rendben. Ha ilyen sok évet megért úr, mint a 87 éves József, azért már áll olyan, hogy kell ezt csinálni, hogy ilyen szellemi frissességbe tudott maradni. Mert nekem ez nagyon tiszteletre méltó. Volt egy 50 éves barátom, akihez, hogyha hozzászóltam, akkor átment a piloson is, akár nem tud két felé figyelni. Szóval nekem ez nagyon érdekes, hogy lehet össze valaki 87 évesen ilyen friss tud maradni, mondom, szellemileg is a beszéd tempója is minden, és akkor ennek kapcsán a Radar műsorban hagy ajánljak egy témát, jó? Hogyha majd jön az Ivet, vagy pedig a Márton. Van ez a nagyon gazdaságos palagáz téma, hogy a gazdaságos szót, ezt ugye tegyük idézőjelbe, gondolom ezt így ön is így gondolja. Ugyan, hát mert igencsak drága, meg talán a hatás, hatékonyság, vagy a hatásfoka sem olyan erős, mint a hagyományosé. Na most ott van ez a nagyon, nekem nagyon tiszteletre méltó, sokunknak van Juhász Árpád geológus úr, hogy azért kérdezzék már meg őt a két fiatal műsorvezető, hogy a Föld
hogy ez repesztéssel csinálják, ugye, ezt a kinyerést, hogy a rendkívül sok földrengésnek, ami most van, én szerintem köze van hozzá biztosan ennek a kitermeléséhez, hogyha megkérdik Juhász Szárpádot, akkor mi erről a véleménye? Ezt szerintem ő bátran el fogja mondani, mert ugye ő is egy szép kort megélt valaki, és ő is nagyon friss, nagyon, nagyon értelmesen beszél a mai napig is. Hát ugye az értelmes szót megint úgy van, hogy pontosan nem akadozik, nem gondolkodik a szavakon, mondatokon. Ez érdekelne a téma engem. És akkor az utolsó téma pedig a Bodasz Balást néztem én is a tévé, nem tudom ővel, ami van, de nagyon, nagyon, nagyon máshogy áll az egészet, mint a Szőlősi Györgyén. A Szőlősi Györgyén azért nagyon látszik, vagy legalábbis nagyon jól sikerül, nem észrevenő, pártatlanul kérdez. Uh-huh. Sokszor olyan kérdéseket is föltesz az ellenzéki oldalon lévő közgazdászoknak, stb., hogy másodpercig meg se tudnak szólalni. Uh-huh. Tehát nagyon szeretem őt. Hát az, hogy pénzért lehet ilyen olyan oldalra is állni, hát lehet, hogy ezt el kell fogadni, mert ugye nekik is meg hát kell. Hát én amondó vagyok, mert az a legtisztább és jóindulatúbb feltételezés, hogy minden ilyen oldalváltást mutató újságírói tevékenység mögött talán akkor vagyunk a legkevésbé rosszindulatúak, ha azt mondjuk, hogy persze a pénzt is oda gondolhatjuk, de ha azt mondjuk, hogy mindegyik mögött egyéni történet van és egyéni motiváció, nekem is egyéni motivációm volt, hogy a G-nap után én nem akartam a Simicska birodalommal tartani tovább, és több kollégámnak is, mindenkinek ez egyéni. Aztán, hogy ezek egybeesnek, mert egybeeshetnek, attól lehet majd ebből kihozni olyat, hogy hát sokan gondolták ugyanúgy, de akkor is mindegyik mögött van egy egyéni motiváció, van egy újságírói döntés, vagy az újságíró szakmának, státuszkónak a megélése van, biztos anyagi, mindenféle lehet. Ezért nem gondolom, hogy általánosítani kéne, hogy ez mindig, minden esetben anyagi. Lehet, hogy valaki akkor eszmélt, hogy hát én eddig is utáltam a Fideszt, akkor most milyen jó lesz nekem támadni a Fideszt. Úgyhogy ezt mindig, minden egyes kollégát, aki ezt ebben érintett volt, egyénileg kéne megkérdezni, nem tudom. Visszatérve Szőlősi Györgyi és Bodasz Balázs közötti különbségre, nagy ritkán vendégként, most legutóbb Gajdi Csottóval voltunk vendégként az ATV egyik műsorában. Nagyon jó volt. Aminek sajnálatos módon eltűnt a második fele. Tehát ez egyszerűen, van ilyen technikai baki, nagyon ritkán. Az mennyi idős volt, az második fele, az mennyi idős lett volna, hogyha láttuk volna? Hát hasonlóan olyan hosszú, szerintem. De minden esetre azt akarom csak mondani, hogy én nem feltételezem az ATV részéről, mint ahogy egyébként bizton állíthatom a Hírtelevízió részéről is, hogy úgy lennének felokosítva, kiokosítva a műsorvezetők, hogy így vagy úgy kéne kérdezni. Szőlősi Györgyi úgy érzi, hogy úgy kérdez, de az nincs neki megvonva. Bodasz Balázs úgy érzi, hogy ő úgy kérdez, meg alkot vélemény neki sincs szerintem külön megvonva, mint ahogy nekünk sincs egy ilyen itiner kiadva, mindenki a saját újságírói karaktere szerint kérdez, érdeklődik, vagy vélemény nyilvánít. Úgyhogy, de egyébként én értem, amit ön mond, kedves Tamás. A Bodasz Balázson nagyon látszik a sértődőség, nagyon-nagyon látszik. És ugyanakkor az Ildikó, már pedig van egy olyan áttendálás, mint hogyha erre az oldalra szerintem. Nem tudom. Az Orbánt is miniszterelnök úrnak szólítja. Egyébként nagyon okos nő. Az Ildikó, nagyon érdekes dolog, hogy az ellenoldalon dolgozó kollégáknak milyen a jobboldali táborban való megítélése, mert ha azt mondom, hogy Rónai Egon, ha azt mondom, hogy Csuhai Ildikó, nem tudom, és még biztos, hogy sorolhatnánk néhányat, akkor a jobboldali táborban lévő mi nézőink, meg mi olvasóink, mi hallgatóink közül ezeket az embereket, akiket felsoroltam, szerintem jóval kisebb ellenérzés követi, és kisebb elutasítottsága van, mint hogyha mondanánk mondjuk más újságírókat a túloldalon. Mondjuk Kálmán Olgát, akit még mindig újságíróként tekintenek. Újságíróként tekintünk sokan. Független objektív Kálmán Olga. Tehát, hogy vannak különböző szintek, de nem gondolnám, hogy Csuha Ildikó kezdene átállni. Egy viszont tény nekem feltűnt. Ez pedig az, hogy a kormányinfókon különleges tisztelettel és különleges bánásmóddal viseltet Orbán Viktor
Csuha Ildikó felé. Ez nekem feltűnt. Ez oda-vissza, de egyébként nem által áttendál, vagy legalábbis olyan, itt a megfogalmazás kicsit finom hangoltam szerintem. Ő is azt sokan látják azért, hogy mi lenne, hogyha mondjuk más lenne most a miniszter, nem most halálkomolyan. Ezt annyiszor megkérdezem, hogy mégis hogy gondolja az, aki... Ugye valamelyik, a Fodor Gábor tanap este elmondta a tévében, hogy a baloldalak nincsen semmiféle ajánlata a mostani kormányon szemben. Az, amit ugye a Szabó Tíme is csinál, ő is ugye a másik, akit a szegény, ott, ő neki két gyereke van, tehát ez a haragadó gyűlölet, ami benne van, ezt nem kéne, hogy csinálj, mert hogy sajnos a babára is, vagy a kisgyerek is át tud sugározni az anyának, ez az iszonyat. Hát én nagyon remélem, hogy otthon nem ezt az arcát mutatja. Hát nézd, én is remélem, és akkor amit mondta, egyébként az újságíróknak úgy nem akartam nagyon megbeminősíteni, meg stb., de nekem ez az érzésem, és akkor azt a geológiai témát, azt majd említsem meg. Ha itt megérkezik majd hozzánk a radaros kollégait képpel, hanggal, akkor be fogom dobni. Jó, hosszú voltam, ma bocsánat. Semmi probléma, köszönjük Tamás, hogy itt volt. A kollégákat szeretném megkérdezni, hogy annyi időnk van-e még, hogy Katalin nevű betelefonálónkra időt szánjunk, avagy a radart várjuk. Jöhet a telefonáló, köszönöm szépen a zöld lámpát, Katalin megkapta a zöld lámpát. Jó napot kívánok! De hallom magam visszhangozva, szerintem le kéne halkítani a tévét, kedves Katalin. Igen, igaza van. Igen, csokolom. Már is megteszem. Szép jó napot kívánok. Kezdj csokolom. Boldog új évet. Önnek is. Természetesen az egész tárnak is. annyit mondanék önnek, hogy amit kifogásol a baloldal, azzal én nem értek egyet. 76 éves vagyok. Nagyon sok mindent megértem. És én úgy ítélem meg, hogy amit most a jelen kormány csinál, az helyén való, és jó irányban tart. Tehát amit eddig helyrehoztak, megcsináltak az országnak a kulturális, az ország értékeit, helyrehozták, helyre tették, megcsinálták, én azzal nagyon-nagyon egyetértek. És nagyon-nagyon becsülöm és tisztelem. A másik dolog meg, hogy amit a külpolitika csinál, a gazdaságpolitika, a fejlesztések, a munkahelyteremtések, soha az én életemben ilyen még nem volt. Én ilyet nem tapasztaltam. És ez mind becsülendő és tiszteletre méltó. A másik dolog meg, hogy tisztában vagyok azzal, hogy igen, nyitni kell a világra, a különböző kultúrákra, de nem úgy, ahogy az Európai Unió vezérei csinálják. Mert az egy nagyon-nagyon káros és egy nagyon-nagyon sokat árt Európa fejlődéséhez, vagy Európa megtartásához. Ezt én egyáltalán nem írom alá. Én nem vagyok egy egyetemet végzett ember, de azért figyelemmel kísérem a történelmet, mert érdekel, és tisztában vagyok azzal, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nagyon rossz. És egyáltalán, most hadd mondjam azt, Széchenyit idézve, aki nem fogja pártját nemzetének, az nem derékember. Az egy alávaló gaz, senki házi. Nekem ez a véleményem. És nagyon drukkolok azért, hogy végre az amerikaiak is észhez térjenek, bár Amerika is egy befogadó ország. Nem a fehér ember, ami dominál Amerikában, de azért észhez kérne térniük, és azért egy kicsit el kéne gondolkodniuk a történelmen,
csak egyetlen egy nagy probléma van. Minden egyes rezsim a saját képére neveli fel az ifjúságot, a saját ideológiája szerint. És ebbe a történelem, a hagyományok egyáltalán nem számítanak, mert a mai világban csak is és kizárólag az anyagiak azok, amik dominálnak. Ez nem igaz. A Földet így nem lehet megmenteni, mert vissza kéne térni a gyökereinkhez, a múltunkhoz, azokhoz az emberekhez, akik fölépítették ezt a világot. Mert nem kell egy embernek milliárdjainak lenni, nem kell neki lenni 3-4-5 ingatlanának, meg 600 autójának, meg 80 cipőjének lenni ahhoz, hogy jól és kiegyensúlyozottan, boldogan éljen. Miért kell ez? És akkor hol vannak a zöldek? Most hol vannak a zöldek? Hol vannak a liberálisok? Sehol. A béka segge alatt. Mert egyáltalán olyan dolgokkal, amik alapvetőek lennének, nem foglalkoznak, hülye szlógeneket gyártanak, hülye ideológiákat termelnek. Miért? Miért? A saját érdekükben, hogy a saját zsebüket megtömjék. Ennél többet is tudnék mondani, és ennél drasztikusabban is ki tudnám fejezni magam bizonyos emberekkel kapcsolatban. Köszönjük, ha most nem teszi meg. Ráadásul el is kell búcsúzzunk, kedves Katalin, mert a ránk mért idő elfogyott. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, hívjon minket máskor is, és megadjuk a szót radaros kollégánknak, Epper Marcinak. Marci, egy rendhagyó, felhívással szeretném kezdeni. Néhány perccel ezelőtt egy betelefonálónk azt kérte, hogy tolmácsoljam az ötletét a stábotok, miszerint a palagáz kitermelésével kapcsolatban vizsgáljátok meg az összefüggést a földrengések megsokasodása és a palagáz kitermelése között, és a 88 éves geológus legendát Juhász Árpádot keressétek meg ezügyben. Nagyon nagy mázli, hogy most éppen a szerkesztő is hallotta, hiszen fentül a vezérlőben, úgyhogy szerintem szuper. Ezen nem lesz probléma, ráfekszünk a témára. Akkor bele is csapok, hogy mi lesz a mai adásba. Foglalkozunk azzal, hogy a rendőrség lezárta a nyomozást 3 litván férfi ellen, akik Olaszországba akartak csempészni illegális bevándorlókat. Az elkövetők többször próbáltak elmenekülni a rendőrök elől, azonban balesetet szenvedtek, árokba hajtottak, amelynek következtében több migráns is megsebesült. Aztán téma lesz az is, hogy az orvosok véleménye alapján a mostani légzőszervi betegségek szerencsére leküzdhetőek otthon. Általában ágynyugalom, bő folyadékfogyasztás és tüneti szerek alkalmazása segíti a gyógyulást, vannak azonban olyanok, akik hisznek egy nagyobb vitaminbevitel erejében, hogy mit ajánlanak a szakértők a betegségek leküzdésére, azt megmutatjuk az adásban. De beszélünk arra is, hogy már 3 hónapja, hogy elkezdődött az izraeli és a Hamas közötti háború, valamint, hogy vidámabb témánk is legyen, nem utolsó sorban ellátogatunk Balatonfüredre is, ahol az ország legnagyobb jégpályája nyílt meg, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Marci, köszönjük szépen, jó munkát ránunk nektek, szia! Lezárjuk a nap kérdése szavazást. A kérdés úgy hangzott. Ön szerint 2024 a jobboldali fordulat éve lesz-e? Európában 75%-a a válaszadóknak egy tökéletes 3/4-es szeletet kaphattunk tehát önöktől. Igennel 25%-uk nemmel voksolt a kérdésre. Köszönjük szépen, itt le is zárjuk tehát a nap kérdése szavazásunkat. Maradt még a műsorból egy kis idő, ezt rendszerint már ugye nem telefonra, hanem SMS-ek felolvasására szoktuk szánni. Zsuzsa azt írja, tisztelt Krisztián, a Csuha Ildikó nagyon intelligens, felkészült, udvarias, bár lenne több ilyen a baloldalon, de ez sajnos nincs így. Vajon a halottak is átállnak a Trump és Trumpra fognak szavazni? Bujék, üdv Zsuzsa! Egyébként Csuha Ildikó rendszeresen felbukkan a Hírtelevízió napi aktuális című műsorában is, ha jól sejtem, néhány nappal ezelőtt is volt. Joli pedig azt írja Szegedről, ébresztő, kedves kormánypárti honfitársaim, a nemzeti konzultációt töltsétek már ki. Aztán
Ferenc Újpestről egyrészt azt írja az SMS-e végén, hogy hajrá EU, de azt a kérdést teszi fel, hogy Lengyelország vajon nem egy polgárháború felé tart? Hát ezt innen nem fogjuk tudni megválaszolni. Az tény, hogy fix, magabiztos, stabil kormányzásra nem lehet Lengyelországban számítani. Annyira, tényleg annyira, hogy mondjam, sokszínű lett ez a választási végeredmény, hogy itt, itt Tusk nem biztos, hogy stabilan fog tudni kormányozni. Aztán, hogy ez a társadalom szempontjából hogyan csapódik le, ezt nem tudom. Macika egyszerűen csak annyit ír, én Trumpnak szurkolok. Aztán valaki szintén a nemzeti konzultáció kitöltését szorgalmazza aláírás nélkül, mindenkinek üzeni, sőt kéri, hogy töltsék ki. Nos, ez volt a mai Lentulai Krisztián szempontjából első paláver az évben. Holnap kihagyunk egy napot, mármint hogy paláver lesz, csak nem velem, és szombaton és vasárnap én fogok önökre köszönni. Úgyhogy azoktól, akik ilyen szempontból is figyelik a műsorvezetőket és a műsort, azoknak ezt az információt tudtam szolgáltatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Hír FM-en még egy órán keresztül leszünk. Viszontlátásra! Dühös, falhoz vágna valaki, vagy csak egyszerűen kíváncsi, ne fogja vissza magát. Paláver, a Hír TV interaktív műsora, a szócsaták bajnokával.